Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Műsorunk mai vendége Patkós Éva, a Mezőtúri Városi Intézmény Csodavár Központi Óvoda Intézmény vezetője. Köszöntöm Önt nálunk, és köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon boldogan jöttem ide. A mai műsorunkban a városi óvodákat érintő aktualitásokról fogunk beszélgetni, de mielőtt rátérnénk a beiratásra, ami egyébként most aktuális téma, beszéljünk arról, hogy jelenleg hány gyermek jár a városi óvodákba. Nálunk most nagyon nagy üzem van, hiszen a gyermekeknek a létszáma az nagyon magas. 19 óvodai csoportunkban. Ebből a 19 óvodai csoportból 18 mezőtúron található, egy pedig mesterszálláson van, hiszen társulásként működünk. Éppen ezért a csoportoknak is elég magasak a létszámai, és a mostani, pont ma néztem meg azt, hogy hány gyermekünk jár, 454 gyermekünk van. Tulajdonképpen ez azt is mondhatjuk, hogy a város óvodás gyermekeinek a háromnegyed része a mi óvodáinkat látogatja, és mi nagyon boldogok vagyunk, hogy megtehetjük azt, hogy ezeket a gyermekeket tudjuk fogadni. Rengeteget jelent számunkra az, hogy a gyermekek jól érzik magukat nálunk az óvodába, és mindenféleképpen ragaszkodnak ahhoz, hogy ide jöhessenek hozzánk. Úgyhogy nagyon meg vagyunk elégedve azzal, ami van. Annyit hadd mondjak még belőle, hogy a óvodás gyermekeink természetesen tavaly is úgy érkeztek, hogy volt, aki szeptemberben érkezett, hiszen már középsős és nagycsoportos volt, és voltak azok, akik a kicsik, ahogy betöltötték a három évet, úgy érkeztek hozzánk az óvodáinkba, és így tulajdonképpen szépen feltöltötték azt a létszámot, amely várható volt. Hamarosan vége a 2022-23-as nevelési évnek. Hány gyermek fog elballagni az óvodából? Hány gyermeket kell majd pótolni? Tulajdonképpen ebből a 454 gyermekből most a mai álláspont szerint nagyon magas lesz az a létszám, amely ki is megy. 134 gyermekünk fogja itt hagyni az óvodánkat, és iskolás korba lép, és majd az iskolába a felvételi ugye megtörténik, a beiratkozás megtörténik most áprilisban, és aztán utána pedig várva várják azt, hogy mehessenek szeptemberbe majd az iskolába. Nekünk ezt a 134 gyermeket kellene majd az elkövetkezendőben pótolni. A 2023-as 24-es nevelési évre történő beiratás pedig április 24-től 26-áig fog történni a Csodavár központi óvodában. Kikre vonatkozik ez a beiratás, illetve ha jól tudom, akkor április 17-én még lesz egy szülői értekezet ezzel kapcsolatosan. Igen, így van, mi nagyon készülünk arra, hogy minél több gyermeket tudjunk majd fogadni, és minél több szülőt tudjunk megszólítani, hiszen nekünk is az a legfontosabb, hogy a szülők tájékozottak legyenek azzal kapcsolatosan, hogy az óvodában majd az elkövetkezendőben mi várja őket. Nekünk az a legfontosabb, hogy úgy érkezzenek meg hozzánk a gyermekek, hogy a szülők is tisztában legyenek azzal, hogy mi az, ami az óvodában, mint egy nagy közösségben elvárható. Itt nekünk az első és legfontosabb az, hogy a törvény által, a törvény szavait követve kell cselekednünk, ami azt jelenti, hogy az augusztus 31-ig betöltötte a harmadik életévét, azoknak a gyermekeknek az óvodát el kell kezdeniük, hiszen három éves kortól kötelező az óvoda. Ez azt jelenti, hogy mindenféleképpen azokat, akik 2020-ban születtek gyermekek, ott a szülőknek nagyon figyelni kell arra, hogy ezt a dátumot nagyon figyeljék, hiszen ebben az időszakban született gyermekek azok, akik elsősorban várjuk őket. Tehát természetesen ez a fajta jelentkezés nem csak a augusztus 31-ig megszólított gyermekeket érinti, hanem a továbbiakban is várjuk mindazokat a gyermekeket, akik épp
közben is betöltik a harmadik életévüket. Ez lehet aztán utána majd szeptemberben, októberben, novemberben, és őket is természetesen várjuk majd, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy a 3 éves korosztály be tudjon jönni az óvodába. És tulajdonképpen egész éppen van az óvodában felvétel, viszont azért egy óvodai csoportnak a kialakításában talán az a legjobb, hogyha minél hamarabb összeszokik a kis társaság, és utána egy kis alkotó, együtt gondolkodó, együtt tevékenykedő kis csoporttá közösségé válik, és utána úgy viszi tovább a nevelési évet. Ez azt jelenti, hogy szeptemberben eljönnek azok a gyermekek, akik a 3. életévüket betöltötték, és aztán utána pedig folyamatosan zárkóznak hozzá felfelé a többiek is. Milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz? Tulajdonképpen most az óvodai beiratkozással kapcsolatosan mi már egy jó pár hirdetést fel is adtunk, illetve megpróbáltuk azokat, akik ismerős szüleink, és tudjuk, hogy a gyermeke majd a 3. életévét betölti, hiszen a kis testvérek mindig úgy szoktak jönni az óvodába, hogy a nagyobbak megérkeznek hozzánk, és akkor látjuk azt, hogy ő is már most nem sokára óvoda köteles lesz, és tájékoztatást adunk írásban is a szülők részére, ami azt jelenti, hogy minden egyes folyamatban lévő dolgokat megpróbálunk a részükre elmondani. Először is az első és a legfontosabb az, hogy akkor, amikor majd az óvodai beiratás lesz, szükséges lesz az, hogy elhozzák a szülők a személyigazolványukat. Amennyiben a gyermeknek is van személyigazolványa, azt is várjuk, hiszen ez is egy fontos okmány. A lakcímkártyát is várunk. A lakcímkártyában az a legfontosabb, hogy mezőtúri illetőségű legyen az, akit beírunk. Nem feltétlenül biztos, hogy az állandó lakcímének mezőtúrinak kell lenni, de a tartózkodási helyének mindenféleképpen. Azután pedig, amikor ez megtörténik, a gyermekeknek kell még a tajkártyája, hiszen ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ez ott legyen nálunk. Ha valamelyik gyermekünk már most korai fejlesztésben részesült, vagy pedig len valamilyen orvosi papírral rendelkezik, amelyben például ételallergiára, vagy bármi olyan másra, ami az egészségét befolyásolja, nagyban befolyásolja, van egyfajta értesítés, akkor ezeket a papírokat is várjuk, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy úgy készülhessünk fel egy-egy gyermekből, hogy a lehető legtöbb információval rendelkezzünk. Ezek amennyiben megvannak, sokkal hatékony abban hatásosabban tudjuk az elkövetkezendőben őket segíteni, vagy magát a családokat is segíteni. És hogy a családok segítésénél, akkor itt hadd ragadjon meg az alkalmat, hogy várjuk sok szeretettel mindazokat, akiknek a gyermeke az elkövetkezendőben óvoda köteles lesz. Szeretnénk meghívni mindazokat a szülőket, akiknek a gyermeke már most a beiratkozás időpontjában van, hogy hozzánk most április 17-én délután 5 órakor az Rínyi út, másképpen Csodaváróvodában nagyon sok szeretettel várjuk őket egy kis ismertetőre. Az ismertető nem másból szól, mint azról, hogy hogyan kell felkészíteni egy gyermeket arra, hogy a lehető zökkenőmentesen történjen meg az átállás arra, hogy most a bölcsődéből, vagy akár otthonról is hogyan érkezzen. És erről szeretnénk majd egy pár hasznos információt adni, illetve szeretnénk azt is elmondani, hogy melyek azok az óvodák, amelyek várják a kis csoportos gyermekeinket, hiszen minden egyes tagintézményünkben remekül felszerelt, korszerű, eszközökkel rendelkező csoportok várják a gyermekeket, ugyanúgy, mint ahogy itt a Csodaváróvodában is. És számukra az a legfontosabb, hogy minden körülmény megadódjon arra, hogy a gyermekeket zökkenőmentesen tudjuk majd az elkövetkezendőben fogadni, és meg tudjuk nekik mutatni ezt a csodálatos világot, ahol már a társaik boldogan tevékenykednek. Mitől függ, hogy a gyermek melyik óvodába kerül? Itt mindenféleképpen szükséges az, hogy az óvodai beiratkozásból, amikor majd a szülők eljönnek hozzánk, akkor úgyis én fogok velük beszélgetni. És ilyenkor mindenféleképpen fontos az, hogy a szülői igényeket is meghallgassuk. És tulajdonképpen a csoportalakításnak a szabályaiból hozzáfűzhetjük azt is, hogy a szülőknek a kérését maximálisan megpróbáljuk figyelembe venni. Viszont azért a törvény kötelezettségeinek is eleget kell tennünk, ami azt jelenti, hogy egy-egy csoportnak a létszámát a törvény határozza meg. Nem érdemes és nem is jó ezt megugrani, ezeket a létszámokat, hiszen a gyermekeknek a közössége egyébként is még egy kis
beszoktatós csoport, amelyben mindig van, mindig történik valami, és jobb, hogyha egy optimális létszámú ez a kis társaság, amelyik látogatja ezt az óvodai csoportot. Ha túl sokan lennének, akkor azt hiszem, hogy nem lenne annyira sikeres a beszoktatás. A másik pedig az, hogy tehát ez az alapító okiratban is le van fektetve, hogy egy-egy óvodai csoportnak mennyi a létszáma. A másik pedig az, hogy mindig tudjuk azt, hogy ha több gyermek van, akkor jobban megoszlik a figyelem. Ha kevesebb gyermek van, akkor az óvodapedagógusok és mind az Daduska nénik is jobban oda tudnak a gyermekekre figyelni. Ilyenkor, amikor egy-egy beiratkozás után a gyermekek megjelennek szeptemberben, előtte már az óvodapedagógus kollégáink a jelentkező gyermekek családját meglátogatják. Itt egyfajta elbeszélgetés történik, amelyben elmondják azt, hogy ők hogyan élik a mindennapjaikat, a gyermekek mennyire voltak eddig egészségesek, van-e valamilyen egészségügyi probléma, ők hogyan látják, hogy a családban milyen szerepet tölt be a gyermek. Ezeket az óvodapedagógusok megjegyzik, és az elkövetkezendőben mint hasznos információt használják majd, hiszen a gyermekeknek a beszoktatása mindennél fontosabb, és ha minél zökkenőmentesebb, a gyermekek is hamarabb megszokják az óvodát. A másik pedig az, hogy a gyermek és az óvodapedagógus között már most akkor a nyár legvégén kialakulhat egy személyes kapcsolat. Egy személyes kapcsolatnál többet elkívánni sem lehet akkor, amikor valaki szeptemberben belép az óvodába, az talán a legfontosabb. És amikor például kimennek nálunk a nagycsoportosok, és valahányszor el szoktuk mondani a szülőknek az, hogy talán nem is az a legjobb, hogyha iskolát választanak, hanem tanítónét választanak. Nálunk ugyanezt történik akkor, amikor a beiratkozás van, hogy nagyon sokszor megkérdezik azt tőlünk, hogy ki lesz majd az óvodapedagógus, aki a gyermekével lesz, hiszen nekik is rengeteget jelent az, hogy milyen személyiségű az az óvodapedagógus. Mi is nagyon figyelünk erre, hogy a lehető legoptimálisabb legyen az óvodát kezdő gyermekeknek a személyi ellátottság az óvodapedagógusok és a Daduska néni körében. Említette, hogy az óvodák megfelelő fejlettséggel várják a gyermekeket, illetve hamarosan, illetve az óvodák folyamatos felújításon mennek keresztül, de hamarosan a harmadcsepp óvodát egy nagyobb beruházás fogja érinteni. Lehet-e tudni erről már esetleg valamit? Igen, igen. Már most nagyon jó úton haladunk ezzel a projektünkkel is, hiszen ez a pályázat számunkra egy rettenetesen fontos pályázat. Itt tulajdonképpen az az első és legfontosabb, hogy minden időben történjen meg. Most a közbeszerzés útját fogjuk majd járni, hiszen a képviselőtestület amennyiben engedélyt ad arra, hogy ez elindulhasson a közbeszerzési eljárás, akkor ez már most ebbe az útban lép, és aztán utána pedig magában a megvalósításban. Mi nagyon szeretnénk azt, hogy szeptember 1-ével már ott tudjuk kezdeni az új óvodát, óvodai csoportban és az új óvodában tudjunk belépni. Természetesen erre nem csak magában a Mezőtúrváros önkormányzata az, amelyik a lehető legtöbb energiát folytatja és fordítja, hanem mi is. Tehát nálunk is azért az óvodapedagógusok, a dolgozók mindannyian tudják azt, hogy ez egy hihetetlenül fontos felújítás, és nagyon fontos az, hogy mindenki tudja azt, hogy itt nem tárgyakról, hanem gyermekekről van szó. A gyermekek ellátása az első körben az, hogy a nyári ellátást biztosítjuk a gyermekek számára, ez már megvan. Tehát ezt már megbeszéltük, hiszen a gyermekkert óvoda nagyon sok szeretettel várja majd a gyermekeket, de addig nem fognak a gyermekek onnan elmenni, amíg a tényleges munkák nem kezdődnek meg, hiszen én úgy gondolom, hogy minden gyermeknek meg kell adni azt a biztonságot, hogy a lehető leghosszabb ideig ott maradjon a saját óvodájában, és ott a saját óvodapedagógussal tudjon továbbra is fejlődni, és azután pedig, amikor elkezdődnek a munkálatok, azokat pedig szeretnénk, hogyha minél céltudatosabban és minél lényegretőbben meg tudnák oldani azok, akik majd az építői lesznek ennek az óvodának, ami tulajdonképpen abból áll, hogy egy új fejlesztőterem lesz, valamint az óvoda mosdó részét fogják majd kicserélni, illetve a tetőzetet fogják majd javítani, átrakni, hiszen ez rettenetesen fontos, mert egy elég erős szélcsatornában vagyunk, és nagyon sokszor figyelem én is azt, hogy nehogy véletlenül valami baleset történjen, hiszen számunkra az a legfontosabb, hogy balesetmentes legyen magában az egész épület. Azután pedig, ami még nagyon fontos, hogy
A vásárúton nagyon nehéz parkolás. Rengeteg autó is van, és hát reggelenként is rengeteg gyermeket hoznak autóval, mert most nem úgy van, mint régen, hogy kerékpárral érkeztek a gyermekek, hanem autóval érkeznek, és a parkolási lehetőség elég nehézkes. Éppen ezért lesz majd erre egy kialakított új parkoló, tehát ez is mindenféleképpen szükséges majd, hogy ennek az engedélyeztetése és ennek is a megvalósítása a lehető legolajozottabban menjen majd. Úgyhogy én nagyon szeretném azt elérni, és tulajdonképpen az egész nyár erre lesz áldozva, hogy ez az óvoda úgy nézzen ki aztán utána, hogy Mezőtornak az egyik büszkesége lehessen, és oda pedig a gyerekek boldogan és örömmel tudjanak visszatérni majd a nyári szünet után. Hát reméljük, hogy ez így lesz, és minden gördülékenyen fog menni a felújítás kapcsán. Köszönjük szépen önnek, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk ezeket az információkat, és mi jó munkát és jó egészséget kívánunk a következő nevelési évben. Köszönöm szépen a kollégáim nevében is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták. Ne feledjék, hogy műsorainkat az interneten is megtekinthetik. Minden jót kívánok! A viszontlátásra!